Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok. Még mindig Doom láncban égek, úgyhogy úgy döntöttem, elhozom nektek a Doomnak a lore történetét. Mert tudom, hogy Magyarországon minden gamer a Doom lore történetére kíváncsi. Tudom, hogy kíváncsi vagy rá. Hát persze, a Doomnak igen, van a Doomnak lore története. Sőt, a 2016-os után egészen jó lore története van. Én meglepődtem, miután kijátszottam a 2016-osat. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, íme meg fogjuk tudni, hogy ki a Doomguy, esetlegesen honnan ered, és miért ő a démonoknak a legrettegettebb ellensége, és ahogy végighaladunk a történeten, egész kis formás lore-történet kerekedik ki. Magát a sztorit egészen a Doom 1-től fogom kezdeni, igen, az eredeti Doom 1-től, mert hogy a Doom 1, 2 és 64, 2016 és most Doom Eternal között egy teljes kép alakult ki, mostanra is egy teljes lore-történet fogalmazódik meg. Szóval, kezdjük ott, hogy a Doom 1 idején járunk, ugye? Létezik egy olyan katonai szervezet, hogy UASC. Na most ez a UAC létrehozott bázisokat a Marson és annak két holdján, a Phoboson és a Deimoson. Nincs a Marsnak két holdja. Phobos, ha jól tudom, Saturnus holdja. Vagy Jupiteré. Valamelyik. Na mindegy. A lényeg az, hogy a UAC létrehozott bázisokat a Marson, a Phoboson és a Deimoson. Itt ismerhetjük meg magát Doomguy-t, aki nem mellesleg senki más, csak egy security csávó a tengerészeten, miután oda küldték őt, mert hogy nem volt hajlandó civilekre lőni egy adott akcióban, és itt ismerjük meg őt. Na most kérem szépen, egy idő után a UAC elkezd a Marson teleportálási kísérleteket végezni, és hát ez a teleportálási kísérlet némileg instabil, meg néhány anomáliát mutat föl, de a tudósok nem törődnek vele, és emek következtében egy pokolkapu nyílik meg a Marson, és áradnak ki belőle a démonok, ami elég nagy problémás, mert elkezdenek mindenkit lemiszárolni, vagy démonná változtatni. Annyira elkezdenek mindenkit démonná változtatni, illetve megölni, hogy egyedül Doomguy marad későbbiekben életben. Közben kiderül, hogy Deimos, ugye Marsnak az egyik holdja, eltűnik, és a Phobosszal is megszűnik a kapcsolata. A UAC úgy dönt a Marson, hogy hát menjenek már el a Phoboszra, és nézzék meg, hogy mi a jó Isten történik meg, mert onnan kijött egy vészhelyzeti jel. Konkrét, és ezért oda küldtek még a megmaradt katonákat, köztük Doomguy barátunkat is. És természetesen a démonok megölnek mindenkit, és Doomguy ott marad egyedül, nem tudja, hogy kerüljön vissza Marsra, és úgy dönt, hogy hát ő végig harcolja magát az összes démonon Phoboson, ahol talál egy pokolkaput, és majd a pokolkapun keresztül átkerül Deimosra, a másik holdra. És kiderül, hogy Deimoszt beszippantotta ez a pokolkapu, illetve egy pokolkapu beszippantotta, és átteleportálta magába a pokolnak a dimenziójába. Ott végig bunyózza magát minden démonon, míg végül kiköt magán a pokolnak a felszínén, a tényleges pokolban, és természetesen ott is végig lenyom mindenkit, és a végére kiderül, hogy az egész pokol utazásának a végén ugye a Mastermind van ott, ez a nagy pók, az agyas pók, és hagyja viharban-e, de legyőzzük ezt a Mastermindot, és mit nem ad az Isten, egy pokol kapu nyílik, és egy kapu nyílik meg ott a pokolban, mert a démonok úgy döntötték, hogy elengedik a Doomguy-t, fair square, le lettek győzve, és ők most elengedik a Doomguy-t. Nyílt egy kapu, és Doomguy hazamehetett a földre. A vége a Doom 1-nek az, hogy hazaér a Doomguy, és megtalálja a kedvenc nyulát, igen, egy nyulat, hogy le van fejezve. Jep, így lesz vége a Doom 1-nek. Persze ez azt indikálja, hogy volt valószínűleg valami családjával, aki vigyázott arra szerencsétlen nyúlra, de ő megtalálta a nyulat, és ettől nagyon mérges lett. Némileg átalakul ilyen John Wick-esbe a történet ettől a ponttól kezdve. Szóval itt ugrunk át a második részbe. A Föld gyakorlatilag démon invázió alatt állt, hogy hogy kerültek a földre, nem tudjuk, de hát kaput nyílnak össze-vissza, úgyhogy a föld, amire a Doomguy visszér a pokolba, teljes invázió alatt áll, a civilek próbálnának elmenekülni, de nem tudnak, mert hogy a démonok elárasztják ugye a hajókat, amikkel elmenekülnének a földről. Doomguy jön a megmentése, végignyom minden démont, segít a civileknek elmenekülni a földről, miközben kiderül, hogy egy pokolkapu nyitva van, hol hát mit nem ad az Isten az ő városában, ahonnan ő származik. Hölgyeim és uraim, a származásával kapcsolatban majd mondok még érdekes tényeket, amin azért le a kalappal besz a behúgy. Szóval kiderül, hogy az ő városában van egy pokolkapu. Hát így aztán Doomguy úgy dönt vissza, hogy a pokolban, mert ha már oda jár nyaralni, akkor miért ne, olcsó és jó nők vannak. Szóval visszamegy a pokolba, végigdarál mindenkit, aminek a végén megtalálja az Icon of Sin-t, ami a pokolnak az egyik legnagyobb bajnoka. Hát mit Doomguynak senki nem bajnok, fogjuk és kinyírjuk az Icon of Sin-t, ami igen-igen, hogy is mondja, megüti a pokolt ebből a szempontból, és igen visszafogja az inváziót, és Doomguy még egyszer megmentette a napot. Icon of Sin, amúgy jegyezzétek meg ezt a nevet. Innen ugrunk a Doom 64-re, Doom 64-ra. A Doom 3 kimarad, mert az inkább egy rebootja lenne a sorozatnak, és nem teljesen illik bele a LOL történetébe ennek, úgyhogy a Doom 64 az igazi folytatás, az igazi Doom 3, hogy így mondjam. És természetesen ma megint démon invázió lesz, jó, nem nagyobb, de mivel hogy megöltük az Icon of Sin-t a második részben, némileg visszafogta a démonokat, ezért a hadsereg, a UAC próbálja kivégezni a megmaradt démonokat Marson, és köztük van ugye Doomguy barátunk is, de valami nem stimmel, mert a hülye démonok rohadtul felélednek, és folyamatosan jönnek, és kiderül Doomguy számára, kérem szépen, hogy a démonok minden anyja, hogy így fordítsam, életben van, és ő az, aki folyamatosan újra kelti ezeket a démonokat, úgyhogy Doomguy, na még egyszer le a pokolba, mert három a magyar igazság. Mi? Szóval még egyszer lemegy a pokolba, és fogja és lenyomja a minden démon anyját, hogy így nevezzük, de ezúttal úgy dönt, hogy a pokolba marad, hogy ez ne fordulhasson még egyszer elő. És itt ér véget a Doom 64, hogy a Doom Slayer, a.k.a. Doomguy, a.k.a. Doom Marine ott marad a pokolban, és onnantól kezdve egészen 2016-ig kellett várnunk, amíg megjött a rebootja a sorozatnak, ami Doom névre hallgatott, és hatalmas sikert ért el, és a sztori, a Doom 64 sztoria onnan folytatódik. A Doom Eternal pedig egy előzmény történet lesz. Valahol a Doom 64 és a 2016-os Doom között. Úgyhogy most jön a 2016-os Doomnak a története. A 2120-as években a Földön energiakrízis alakul ki, kifogyunk az üveganyagokból, ezért az UAC felfedezi az Argentot, ami igazából úgy néz ki, hogy a pokolból eredeztethető. 2127-ben megépül Dr. Samuel Hayden vezetésével az Argent Tower Marson, ami azért van, hogy kinyerje ezt az új üzemanyagot, az Argentot, egy Marson megtalált ilyen Argent törésből. Útközben Dr. Haydenről kiderül, hogy agyrákja van, ezért ő fogta és az agyát belerakta egy valamiféle cyborg gépezetbe, és magának a kutatásnak a fejét egy Olivia Pierce nevezetű tudós vette át. Pierce amúgy Dr. Haydennek volt a protezséja, és jó kapcsolatban voltak, viszont Dr. Pierce elméjét megfertőzte egy artifact, amit, vagyis egy artifact, jó, most nem tudom egyről, megfertőzte egy artifact, amit Hayden adott neki, amit a törésnél fedezett fel, az Argent törésnél, ahova megépítették a towert, vagyis a tornyot, ott felfedeztek egy ilyen műkincset, vagy valami artifactet, és azt odaadta ugye a Pierce-nek, ami megfertőzte Olivia Pierce elméjét. Útközben Olivia Pierce-ről kiderül, hogy le fog bénulni, ami meg is történik egy adott idő után, ezért ő is egy ilyen robotikus testbe helyezi magát, hogy tudjon mozogni. Hayden rájön, hogy az Argent a pokolból van, és ezért egy elit csapattal folyamatosan lejárnak a pokolba, és kísérleteket végeznek ott, gondolom az Argenttal kapcsolatban. 2145-ben találnak egy szarkofágot a pokolban, ami több ezer éves, és benne egy embert, akiről kiderítik, hogy maga Doom Slayer az. Ugye Doom 64-ben, ha emlékeztek, Doom Slayer a pokolban maradt. A szarkofágban mellé temetve találnak egy úgynevezett Praetor suitot is, egy Praetor ruhát, páncélt, csak hát éppen a Doomguy nem viseli. A Praetorekről fogunk beszélni a Doom Eternal kapcsán. Dr. Hayden ugye elhozza Doomguy-t a pokolból, és mivel hogy a kapcsolatuk Olivia Pierce-szel kezd megromlani, nem nagyon akarja megmutatni neki a felfedezését a pokolba, ugye, hogy ott megtalálta Doomguy-t, miközben Olivia Pierce megalkot ott Marson egy kultuszt, akik követik őt és a pokol tanítását, aztán üzletet kötnek a pokollal, és hát egy üzletet kötnek a pokollal, aminek következtében Olivia Pierce egy Crucible nevű, artifact segítségével pokol kaput nyit, és természetesen jöhet a démon invázió. Dr. Hayden bepánikolva fölébreszti a hibernációjából Doomguy-t, aki végig darál mindenkit. Természetesen a Marson, majd végül a Crucible-nek segítségével Dr. Olivia Pierce után megy a pokolba, ahol még több démont megölünk, aztán természetesen szembenézünk Olivia Pierce-szel, aki átváltozik egy nagy pókká, vagyis a Mastermind-dá átváltozik már megint, és mi le fogjuk győzni ezt a Mastermind-ot. Dr. Hayden visszateleportál minket a Marsra, és fogja és kiveszi a kezünkből a Crucible-t, és azt mondja, hogy hát folytatni kellene a UAC kísérleteket az Argenttel kapcsolatban, és ő ezt fogja tenni, ellök minket, és mi elteleportálódunk valahova, nem tudja, hogy hova, és Dr. Hayden eltűnik. Így ér véget a Doom 2016, és ezt itt kemény 2 percben elmondtam. Na most a Doom Eternal története a jelenben és a múltban is játszódik. Egyúttal megtudhatjuk, hogy mi történik a 2016-os Doom után, és egyúttal megtudhatjuk, hogy mi történt a múltban, és hogy honnan eredeztethető a Doom Slayer, és miért olyan erős. Szóval egy keveredés, egy időutazás tulajdonképpen, ide-oda ugrálunk az időben a Doom Eternal történetét tekintve, de az alaptörténet, ugye, hogy 8 hónappal a 2016-os események után játszódik a Doom Eternal, és a Földet nagyjából 60%-ig felemésztették a démonok, és megöltek mindenkit. Miközben az emberiség próbálna menekülni, amit az újonnan megalkotott USC-ből megalkotott ARC, illetve United Nations-ből megalkotott Allied Nations, most már talán az a nevük, igen, Allied Nations próbálja ugye menteni a civileket, és a történet valahonnan innen indul, hogy ugye Doomslayer újra itt van közöttünk, és próbálja megakadályozni a poklot, de sokat már nincs mit megakadályozni, mivel hogy a démonok az első hónapban kinyírták ugye 60%-át az embereknek minimum, a maradékot pedig próbálja menteni úgy, ahogy. Na most a Doom Eternal némileg bonyolodik, és hogy megértsük teljesében a kontextusát, igyekszek egy sorrendiségben menni, hogy kik a szereplők, és milyen volt az események lefolyása, és ezen szereplőknek a szerepe az egészben. Mert itt már mélyül a lore történet, nem is keveset. Szerintem sok játéknak nincs ilyen mély lore története. Szóval elsősorban ismerjük meg a Makers-t és az apát, The Father. A Makers az egy faj, a Father pedig egy fölöttük állóféle istenség, aki elméletileg megalkotta a Makers. Na most a megalkotás után ez a Father, ez az apa, az Isten, vagy jobb hívjuk, ahogy szeretnék, ez eltűnt. Hogy hogyan tűnt el, hogy meghalt, vagy energia lett, vagy egyszerűen belőle lettek a Makersök, azt nem tudni. Viszont ezek a Makersök, hogyha lejár nekik az életciklusuk, átesnek egy aféle halál rituálon, amit úgy neveznek, hogy Transfiguration. Na most innen indul a Makersöknek az alaptörténete. A Makersök a Urdak nevezetű bolygón élnek, és ugye elméletileg a Father, az apa, az Isten, aki őket megalkotta, vagy összeavat Urdakkal, vagy belőlük lettek a Makersök. Lényeg az, hogy az ő társadalmuk egy Hivemindon van, egy közös elmére alapszik, és ennek a közös elmének a csúcsán van egy Khan nevezetű Maker. Szóval a Khan Maker, akit látunk a játékban, az nem a neve, hanem inkább a titulusa. És ennek a, mivel hogy ő a Khan, ő a mester elme ebbe az egész Hivemindben, ebbe az egész elmébe, a többiek nem tudnak neki ellent mondani. Na most minden Khan-nak van egy ciklusa, elég hosszú ciklusa, de ebben a ciklusban végül átesnek ezen a Transfiguration dolgon, ami számukra egy halálféleség, de elméletileg utána ők újra tudnak születni, és mindig egy új ciklusban egy új Khan fog megjelenni. Na most a jelenlegi Khannak ez a process nem igazán tetszik, és ő szeretné kihosszabbítani az életét, és innen indul egy alaptörténet. Innentől kezdve ugorjunk át egy másik bolygóra. Ennek a bolygónak a neve pedig Argent D'Nur, és ennek a bolygónak a lakója az Argenták, és ezen a bolygón is struktúrált társadalom van, de kettő a lényeges, amit meg kell jegyezni, és benne van a játékban, ugye a Night Sentinels, ezek az éjszakai lovagok, vagy őrök. A lényeg az, hogy vannak a Night Sentinelsek, és vannak ezeknek a papjaik. Tulajdonképpen, mert ők a Doomnak a fő szereplői. Az Argenták alapvetően egy harcos nép, kb. Szétutazzák a galaxist is, ahol találnak valamitől, úgy érzik, hogy meg akarnak szerezni, vagy jobbá tenni, akkor ők azt megteszik. Na most, a Makerök felfedték magukat az Argenták előtt, és azt tudni kell, hogy az Urdák, a Makeröknek a bolygója az egy másik dimenzióban található igazából. Na mindegy, a Makerök felfedték magukat az Argenták előtt, és egy aféle üzletet kötött a két faj abban, hogy az Argenták imádni fogják a Makeröket, tisztelni őket, mint istenség, cserébe a tudásért, amit a Makerök tudni hoznak, hozni fognak magukkal. A probléma másik fel az ott kezdődik, hogy az Allfather, a Father, az apa, az istenség, aki megalkotta a Makeröket, az eltűnt valahogy, és ez azt jelentette, hogy a Makerök ebben az egész történetben halandóak lettek, már nem esnek át, és nem születnek újra a Transfiguration által, hanem konkrétan meghalnak, és az Argenták nagyon jól jöttek abban, hogy meginduljon a keresés valahogy az apa ellen, bár a céljuk, mikor felfedték magukat az Argenták előtt, már nem biztos, hogy az volt, hogy megkeressék ezt az apaféleséget, mindenséget, Allfathert, vagy hívjátok, ahogy szeretnétek. A két nép közötti kapcsolat virágzott, ahogy az üzlet meg volt köttetve, viszont a Khan Maker, a fővezér nem igazán volt boldog, mert hogy neki a kis technológiai gépezete megjósolta, hogy eljön egyszer egy valaki, az Unholy One, hogy hívják, a szentségtelen, eljön közéjük, és ez fogja az ő végzetüket, a Makersnek a végzetét jelenteni, mint faj, és emiatt megalkottak egy gépezetet, amit elneveztek Divinity Machine-nek, és azért, hogy kielégítsék a Makersöket, a Night Sentinel, tehát ugye a harcos csoportja a Argent D'Nurnek, a Night Sentinelek azt mondták, hogy jó, mi bemászunk ebbe a Divinity Machine-be, ebbe a gépezetbe azért, hogy kiderüljön, hogy nem köztünk van ez a szentségtelen, aki a Makers életére fog törni. A Divinity Machine azért fontos, mert a későbbiekben maga a Doomslayer is a hatása alá fog kerülni. Ezen a ponton azt hiszem ideje bemutatni Doomguy-t, mert hogy egyszer csak, mert ez így van a Doomba, egyszer csak megnyílik egy kapu a Argent D'Nurron, és kilép rajta Doomguy, eléggé le van sérülve, Isten se tudja, hogy ki jött. A lényeg az, hogy a Night Sentinelek elfogják, és bemutatják őket ugye a papoknak, mert mint mondtam, hogy ugye vannak a Sentinelek, és a papok ezen az Argent D'Nurron, bemutatják nekik a papoknak, azok meg elküldik Sentinel Prime, a fővárosa Argent D'Nurnak a Night Sentineleknek a főbázisa, elküldik oda a kolosszusba, hogy hát küzdjön az életéért. Doomguy pedig, vagyis Slayer nagyon is durván küzd az életért, annyira, hogy egy szenzációvá vált, és erre a Makerök is felfigyeltek, hogy Doomguy egy népről beszél, a démonokról folyamatosan, és ő rájuk mondja, hogy repentier, tehát szét kell őket szaggatni, meg kell ölni mindegyiket konkrétan, ugye, és erre felfigyeltek a Makersök, mert nekik ez egyik filozófiája volt az, hogy terjesszék a tudásukat többféle bolygón, és a befolyásukat minél több bolygóra és népességre rátegyék. Na most, hogy Doomguy a Kolosseumban sikeres volt, ugyebár, az arra vezette őt, hogy felhasználják egy ilyen sor katonának tulajdonképpen a Makersöknek a harcában abban, hogy új bolygókat fedezzenek fel, és annyira sikeres volt ebben a Doomslayer, hogy lassan-lassan a Sentinelek egyé emelték maguk közül, de ez a későbbiekben van, és ki is edzették az ő harcmodorukra. Na most a Doomguy megjelenése után nem sokkal valahogyan a démonok is utat találtak Argent D'Nurba. És ez itt a probléma, hogy hogyan, ezt később kitaláljuk. És ez által az Argent D'Nur, az Argenták, a Sentinelek, ugye a papok, illetve a Makersök egy harcot kezdtek a démonok ellen. Eszeveszett keserves harc volt ez, mert rohadtul vesztésre álltak. A Sentinelek, ugye, az Argenták és a Makersök nagyon vesztésre álltak, és nem igazán tudták, hogy mit csináljanak a végtelen hordával, amit a démonok okoztak, vagy jöttek. Természetesen volt köztük egy valaki, aki igen jól tudta tartani a lépést, annyira jól tudta tartani a lépést, ugye a Doomslayer, hogy ezért volt ő az egyik, akit a Sentinelek sajátjaként befogadtak, és minél jobban bizonyította magát, hogy milyen erős lett, annál inkább elfogadták őt, mint egy az övékéként, egy közülükként. Na most a háború alatt egy adott ponton a papok elfogtak egy-két démont, és elkezdték tanulmányozni. A tanulmányai során pedig felfedeztek egy energiát a démonba, amit később Essence-nek nevezték el, a.k.a. ez volt az Argent, ami ugye az előző Doomokban volt. Na most ez az Essence, ez úgy nézett ki, hogy hihetetlenül erőssé teszi a démonokat, és gyakorlatilag bármit lehet belőlük létrehozni, és ez ugye az Argenták számára az azt jelentette, hogy gyógyírt, azt jelentette, hogy fegyverzet, azt jelentette, hogy technológia, és természetesen ezt a Makerök is felfedezték maguknak, hogy mennyire hasznos ez az Essence, a.k.a. az Argent Energy, és elkezdték ezt alkalmazni, annyira jól alkalmazták, hogy beadták saját maguknak, és ugye az Argenták beadták saját maguknak, és sikeresen kezdték el visszanyomni a démon sereget, ezáltal ugye az ő a Makers technológia, az Argenteknek a harci tudása sikeresen kezdte el, és természetesen Doomslayer az élen, sikeresen kezdte el visszanyomni a démonokat. Mit jelentett viszont az Argent Energy, a.k.a. az Essence a Makerök számára? A Makerök felfedezték, hogyha beveszik ezt az Argentet, ezt az Essence-et, akkor meghosszabbodik az életük. Nem örökké tartó, de ha időről időre bevesznek egy kis Argentot, akkor végtelenségig húzhatják az életüket, gyakorlatilag ezáltal elkerülve a halált. Bár úgy nézett ki, hogy az Argenták nyerésre állnak, ugye a Makerekkel és Doomslayerrel az élén, azért a démonok tudtak venni egy fordulatot, és Argentának a az Argentáknak, vagyis Argent D'Nurnek a fővárosára, Nabak nevezető helyre egy kaput nyitottak, ahol kilépett maga a démon bajnok is, és elkezdték elpusztítani a elkezdték elpusztítani a várost, és hát a végsőkig harcoltak a Sentinelek és maga Doomslayer is, mikor gyakorlatilag a Makerök, hát a Maker megparancsolta a másod kezének, gyakorlatilag a tanácsadójának, hogy fogja ezt a Doomslayert és tegye át a Divinity Machine-en keresztül, purify-olja, hogy erősebb legyen, vagy nem tudom. De a lényeg az, hogy ahelyett, hogy purify-olta volna ez a Divinity Machine a Slayert, valahogy megboostolta az erejét. Neki erősebb lett, gyorsabb lett, és így Slayer újdonsult erejével és a Sentinelekkel az élen ugye fogta és legyőzték a pokolnak a bajnokát. Azt aki játszott a játék, az a rohadt nagy szörny, akinek a szívéből kivesszük a kardot. Gyakorlatilag szóval azt sikerült legyőzni. Ezért van úgy megalkotva a Doom, hogy az elején elmegyünk és beszerezzük a fegyvereket, mert a megmaradt a csatáról, ugye arról a csatáról, ami volt ott Argent D'Nuron, gyakorlatilag be kellett szerezni a fegyvereit, a kardot és a többit ahhoz, hogy újra full erőbe lelje magát. Na most, legyőzték a pokol bajnokát, minden ahogy illik, és akkor nekifogtak és lementek a pokolba. Szóval az Argenták Slayerrel az élén, bum, neki a pokolnak, és ledarálnak mindenkit. Ezen a ponton elmondom nektek, hogy maga az essence, és az Argentin, ami a démonoknak az eszenciája, az valójában halott emberekből van, vagyis halott lényekből van, mert úgy néz ki, hogy ebben az univerzumban mindenki a pokolra kerül, és a pokolban addig kínozzák, amíg felszabadul ez az essence energia, és útközben egy démont alkotva. Na most ez az energia volt. Ez az energia az, amit Argent D'Nur és Urdak, a két bolygó a pokolból szipolyoz. Mert hogy megnyerték a háborút, és a Makersek üzletet kötöttek, és a Khan Maker gyakorlatilag üzletet kötött a démonokkal, hogy az Argenták békén hagyják a démonokat, cserébe a démonok építenek Argent gyárakat, és ezek a gyárak fogják és pumpálják Argent D'Nurbe és Urdakba, a két bolygóba ugye az essence-et, az Argent Energy-t, és ezt folyamatosan teszik. Na most a Sentineleket talán leszámítva Argent D'Nurön senki nem tudta, hogy embereknek a lelkéből és annak kínzásából van ez az energia, de a két bolygó már annyira függővé vált ettől az energiától és ettől az erőtől, hogy ez már nem számított egy adott ponton. De ennek az adott pontnak is eljött a vége, és Argent D'Nuron egy civil polgárháború tört ki, hogy megdöntsék a Makerseknek a hatalmát, és felszabadítsák a bolygót az Argent hatása alól és függősége alól, és megszabaduljanak a démonoktól és mindenkitől. Na most a polgárháború során ugye a szabadságharcosok el is jutottak a pokolba, ahol elpusztították volna a gyárakat, amelyik nyomták az Argent Energy-t a két bolygóba, viszont a démonok kaptak egy tippet, és rajtuk ütöttek ezeken a szabadságharcosokon, megölve mindenkit. Na most kik voltak ezek az árulók, ugyebár? Ezek maguk a papok voltak, tehát a Urdáknak a papjai, bocsánat, Argent D'Nurnek a papjai voltak ezek, és későbbiekben ezek lettek, vagyis ők lettek ezek a papok, ez a három pap, akiket üldözünk itt a Doom Eternalben, és megölünk végül, ők lettek a Hellpriestek. Ezen a ponton azt hiszem kell beszéljek nektek az Icon of Sinről és a Betrayerről, éki az árulóról. Hogyan kerültek a démonok Argent D'Nurra, és végül ugye lettek kapcsolatban Makerszel meg mindenkivel? Azért, mert a sentinelek között volt egy úgynevezett űrge, egy áruló, aki éppen a fiát temette el. És a démonok ezt felismerve, hát gyakorlatilag kicsit megfertőzték a szívét, és azt ígérték neki, hogy visszahozzák a fiát a halálból. Na most nagyon is cserébe ugye, hogy kaput nyit ez az áruló, később úgy az lett a neve, hogy áruló, hogy ez az ember ugye kaput nyit a Argent D'Nurhoz. Így jutottak át a démonok is, miután a Slayer oda került Argent D'Nurra. Szóval fel is élesztették a fiát ennek az árulónak, viszont nem a fia volt az, hanem egy démon, és ez volt az Icon of Sin. És a fiának a szíve volt csak az, ami működtette ezt az Icon of Sin-t gyakorlatilag. Szóval így kerültek Argent D'Nurra a démonok egy űrge által, akit később csak később csak az árulóként ismertük, és egy adott ponton a Doom Eternal-lel találkoztunk, és ő segített nekünk, mert ő nagyon megbánta a döntését, ugyebár. Szóval, ja, így állunk. Néhány összefüggésre szeretném felhívni a figyelmeteket. Most, hogy megismerhettük egy kicsit a Slayer-nek a történetét, szeretném elmondani nektek, hogy hogyan került ő a pokolba, fogságba, és később a 2016-os Doomban megtalálva a Hayden által, illetve, hogy miért van a Föld démon invázió alatt, mert most arra gondolom már összeállt a kép. Na most ahhoz, hogy ugye az Argent Energy folyamatosan felszabaduljon, és ezt táplálja Argent D'Nur és Urdaknak a bolygóit ezzel az energiával, ahhoz ugye lelkeket kell tartani a poklon, és gyakorlatilag kínozni őket, ezért egyértelmű, hogy a Földön jó sok lélek van, ezért nagyon gazdagok tudnak lenni Argent Energy-ből Urdakon és Argent D'Nurra. Szóval a Doomslayer ezt próbálja megakadályozni, és ez az oka, hogy a vadászunk a Makersökre és a Hellpriestekre gyakorlatilag, mert hogy bár egyszer, ugye és egyedül a Night Sentinelek voltak azok még, akik némileg még józanok voltak, és fenntartással kezelték az Argent energiát, és ezért kapunk segítséget tőlük úton, útfélen, ugyebár a rúnákkal. Szóval... így állunk, és ugye Doomguy próbálja megakadályozni, vagyis Doomslayer most már inkább, próbálja megakadályozni azt, hogy a Föld elpusztul, illetve még több Argent Energy jöjjön el, mert hát gyakorlatilag minden gonosznak a forrása. A Khan Maker pedig ugye felélesztette az Icon of Sin gyakorlatilag, hogy megállítson minket ebben a csatározásban. Mert már egyszer legyőztük az Icon of Sin-t. Tehát ilyen régre visszamegy a Betrayernek, az árulónak a története, és az Icon of Sin-nek a története. Na most, ugye mostani Doom Eternalben is a jelenben legyőzzük az Icon of Sin-t a mostaniban, de viszont mégiscsak, hogy kerültünk mi a pokolba, és hogyan találtak minket 2016-os Doomban Samuel Hayden. Amikor volt ez a civil polgárháború, a Argent D'Nurron valahogyan, nem tudni, hogy hogyan, a lényeg az, hogy a papok voltak azok, akik bezárták Doomslayert abba a szarkofágba, megszabadítva őt a ruhájától, ami adott neki erőt, vagy hát nem tudom, hogy honnan jön, lehet magából a gépezetből jön a lényeg az, hogy a ruhájától különválasztva őt beletették abba a szarkofágba, amit 2145-ben megtalált Samuel Hayden a 2016-os Doomnak az eseményei előtt, közben, után. Szóval így ez a kapcsolat, a Doom 1-2 és 64, majd utána Eternal és 2016, mert az Eternal ide-oda ugrál az időben, ugyebár, miközben megmentjük a Földet a démonoktól, aközben tudjuk meg a Doomslayernek a történetét, a Makersök létezését, Argent D'Nur létezését, Night Sentinelek létezését, a Hellpriestek megalakulását, és a többi. Na most ezen a ponton, srácok, azt hiszem elég durván mélyre ment a lore történet, és nagyon-nagyon körbe körbe kitalálták ezt az egészet, hát kíváncsi vagyok a következő Doomra most már nagyon. Mert ez a sztori jó, és ez a sztori még a végén kiemelkedik valami epic történetté. Srácok, ha tetszett a videó, jó hosszú volt mi, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Hashtag macska úgy jönnek, aki végig bírta hallgatni ezt az egészet. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmedet, türelmedet, és hogy érdekelt, amit itt mondtam. Következő videóig iratkozz fel, csengőjelecske, ami tetszik. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ja, amúgy csak úgy mondom, hogy a Doomslayer az BJ Blazkowicznak a leszármazottja. Igen, az a BJ Blazkowicz, a Wolfenstein BJ Blazkowicznak a leszármazottja, vagy a nagyapja volt. Ezáltal azt is indikálja, úgy néz ki, hogy ez az univerzum abban az univerzumban játszódik, ahol a nácik győztek, de nem feltétlenül voltak a rossz fiúk az egészben. Na mindegy, de egy érdekes fact, BJ Blazkowicznak a leszármazottja. LOL.